megtartotta ez évi első ülését a tavaly megalakult Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, ahol nagy létszámban vettek részt az érdekeltek, akiknek ezúttal három napi rendi pontban kellett döntést hozniuk. Egyrészt megismerhettük a rendőrség részéről előadott adatokat, hogy Dombóváron milyen mértékben van jelen ez a kábítószerfogyasztás a büntetőeljárások terén. Másrészt a múlt ülésen elfogadott munkatervben meghatározott tevékenységeket sikerült végrehajtanunk. Az elfogadott 2022-es munkaterv értelmében meghatározták azokat az intézkedéseket, amelyekkel a fiatalokban kialakulhat egy egészséges életszemlélet. Ennek hatására képesek lesznek visszautasítani a drogokat. A fórum számos olyan programmal készül az idei évben, ami a kábítószer használat veszélyeire és következményeire is felhívja a figyelmet. Február végére egy szülői értekezlet kerül összehívásra, amelyben szülők kapnak tájékoztatást arról, hogy hogyan ismerjék és hogyan kezeljék azt a helyzetet, hogyha esetleg úgy gondolják, hogy a gyermekük ezzel a drogfogyasztással érintett lehet. A Dombóvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységét a helyi intézmények és a környező települések egyaránt fontosnak tartják, és ötleteikkel támogatják a drogprevenciós munkát.